A bajnokság első fordulójából elhalasztott mérkőzésen találkozott egymással a Falkó KC Szombathely és az atomerőműesek kosárcsapata az Aréna Szaváriában. A találkozót megelőzően mindkét gárda 50%-os mérleggel rendelkezett, ehhez képest a derbi első pillanataitól kezdve az történt a pályán, amit a sárga-feketék akartak. A félidőben már 13 ponttal jártak előrébb, a harmadik negyedben pedig Govens extra teljesítményének köszönhetően el is döntötték az összecsapást a hazaiak. A mérkőzés utolsó 10 percében már csak az volt a kérdés, hogy mennyivel nyer a Falkó. A különbség végül 32 pont lett, 113-81-re győztek a szombathelyiek. Először nagyon boldog vagyok. Mi elég keményen játszolunk és csinálunk nagyon jó eredmény ma este. Kicsi félrem azért, ez a Ray Turner volt, kicsi húzódás volt a lábad, ez nem volt biztos, de tud játszani ma, vagy nem. Hogy mennyi tud játszani, szerencse nem volt semmi komoly. A mérkőzésen a Falkó 113 pontot szerzett, ami azt jelenti, hogy a szombathelyek remekül támadtak, a paksiak védekezése azonban szabályosan csődöt mondott. A vendégek csapatából szinte senki sem nyújtott jó teljesítményt, de az ex-szombathelyi Will Tamást így is dicsérni lehetett 13 dobott pontjáért. Erősen benne volt a kezünk, hogy most így játszottak. Nagyon sajnálom a dolgot, mert elég komolyan készültünk a meccsre, és nagyon-nagyon sok taktikával, főleg védekezésben, és főleg ez nem sikerült. Győzelmének köszönhetően a Falkó feljött a tabella 5. helyére. A szombathelyek legközelebb október 22-én szombaton a bajnoki címvédő Szolnoki Olaj otthonában lépnek pályára.